Sziasztok, Kisvirág Viktória vagyok, harmadéves hallgató itt a Pécsi Közgázon, és ma Tündivel fogunk témázgatni egy kicsit arról, hogy milyen is harmadévesnek lenni, ugyanis Tündi is végzős. Sziasztok, Herceg Tünde vagyok, ahogy Virág is említette, jelenleg harmadéves itt a Pécsi Közgázon, kereskedelem és marketing szakon. Arra lennék kíváncsi, hogy te most ezt így hogyan éled meg, így, hogy már nagyon a végén vagyunk, ez az utolsó szemeszter, amikor óráid vannak, jó esetben. Mik a tervek a jövőre, mik vannak benned, milyen érzések és gondolatok ezzel kapcsolatban? Először is leszögezném, hogy nagyon kettős érzések kavarognak bennem, ugyanis egyrésztről nagyon szeretek idejárni, szeretem a közösséget, és hát még maradnék. Másrésztről viszont nagyon sokat tanultam már, és szeretném már ezt egy kicsit kamatoztatni, elkezdeni dolgozni. Tudod-e már az irányt? Ugye nagyon sokan mondják azt így, hogy így a végéhez közeledünk a tanulmányainknak, most itt az alapképzésre gondolok főként, és még nem igazán vagyunk azzal tisztában, hogy így merre induljunk el. Te tudod-e, hogy mit szeretnél csinálni? Nem titkoltan, abszolút marketing irányba szeretnék elmozdulni. Egyébként én már most is gyakornokként heti 20 órában dolgozok. Itt a KTK marketing irodájában van erre lehetőségem, ami azért is nagyon jó lehetőség, mert egyébként az iroda is itt van az épületen belül, úgyhogy amikor nincsenek óráim, csak beugrok 4-5 órát egy nap, és le is tudom. És milyen projekteken dolgozol? És hogyan tudod ugye kamatoztatni az eddig tanultakat? Már most, hogy még amúgy a tanulmányaidban vagy, de már tudsz dolgozni, úgyhogy ez szakmába válj. Az egyik projekt, amin dolgozunk, ez a beiskolázási kampány. Itt igazából hallgatók segítségével megyünk ki iskolákba, és tartunk nekik órákat, illetve bemutatót a karról. Mi is tartunk hallgatói fórumokat, meg ezen kívül ugye nyílt napokat, orientációs napot az első éveseknek, így beleláthatok egy kicsit a rendezvényszervezésbe is. Illetve a másik terület, amin dolgozok, ugye ez a social media platformok kezelése, és hát ez ugye elég nagy része a marketingnek napjainkban. Akkor te mit tanácsolnál egy most első évesnek, vagy akár másodévesnek, aki egy picit talán elbizonytalanodik? Hát, hogy ne adja fel, keresse meg a segítségeket, ugyanis mind, ha mondjuk konkrétan egy tantárgyból nem áll fényesen, akkor nagyon sok konzultációs lehetőség van egyébként a karon belül, illetve korrepetálás lehetőségekre is sok segítséget nyújtanak, úgyhogy én ezt tanácsolnám nekik. Ha már lehetőségek, akkor vannak olyan konkrétumok lehetőségek terén itt a karon, amit azt mondasz, hogy senki ne hagyja ki, mert megéri az időt és az energiát és csinálja? Igazából az összes rendezvényre azt mondanám, hogy vegyenek részt rajta, legyen ez akár egy szaknap, most lesz egyébként például a pénzügy és számvitel szaknap, nekünk is volt előző fél évben ugye marketing turizmus szaknapunk, mert itt igazából a saját szaktársaiddal találkozhatsz, illetve felsőbb évesekkel is tudsz kapcsolatot építeni, de ez ugyanígy igaz minden hallgatói rendezvényre is, hiszen ez a kapcsolati tőke az egyik legfontosabb dolog, amit innen elvihetsz magaddal. Mik azok a skillek, amiket magadra szedtél ebben a 3 évben, és fejlődtél bennük, utána pedig az, hogy így esetleg nem feltétlenül megfogható dolgok? Hát a skillek, abszolút például a csoportmunka, a nagyon sok csoportmunkás feladatunk van ugye órákon. Ez kicsit mindaz, hogy hogyan alkalmazkodj másokhoz, mindaz, hogy hogyan vedd át a vezetést, hogyha arra kerülne a sor. A kreativitásom is azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött, illetve a prezentálási képességem, hogyha nevezhetjük így, ugyanis minden órán szinte, ami gyakorlatorientált, a fél év során több kisebb prezentációnk, akár a fél év végén egy nagyobb prezentációnk van, és azt gondolom, hogy az elején úgy álltam oda, hogy Úristen, engem most több, majdnem lehet, hogy 100-an fognak nézni, és nem bírok kiállni ennyi ember elé, de azt gondolom, hogy ez fejleszthető, és ez egy nagyon fontos dolog. Ha visszamehetnél az időbe, úgy, hogy ennyi idős vagy, de adhatnál egy tanácsot az első éves énednek, akkor mi lenne az és miért? Legyél nyitottabb, és ne félj semmitől. Feltesz az oktató egy kérdést, mert megválaszolni, mert lehet, hogy igazadon, ha meg nem fog kinevetni senki. Ez egy nagyon-nagyon jó tanács. Főleg amúgy mikro gyakorlaton válaszoljátok a kérdésekre, a pluszpont az nagyon fontos. Tanulság az az, hogy akkor álljunk fel és csináljuk, és semmiképpen ne hátráljunk meg attól, hogy ki kell lépni a komfortzónából, hanem tegyük meg, mert azzal lehet igazán jó emlékeket, tapasztalatokat gyűjteni, és igazán fejlődni szakmailag, emberileg, és szellemileg, és érzelmileg, és mindenhogy. Úgyhogy teljes mértékben egyetértek Tündivel. Használjátok ki a lehetőségeket, mert a Pécsi Közgázért is nagyon jó, mert konkrétan a lehetőségek tárháza, csak észre kell venni. Hogyha szeretnétek több videót hallani és látni ilyen témákról, vagy esetleg konkrétabb ösztöndíjprogramokról vagy képzésekről, akkor látogassatok el a YouTube csatornánkra.